A Magyar Nemzeti Bank mikor március 1-én kibocsátotta új 1000 forintos címletű bankjegyét, tájékoztatást adott ki a régi érvényességi idejéről. A bankjegyek bevonása azt jelenti, hogy az adott címlet elfogadása a készpénzforgalomban való fizetés során nem kötelező. A megújult bankjegyek március 1-től fokozatosan jelentek meg a pénzforgalomban, és közben cserélődtek le előzőleg használt társaik. A régi 1000 forintos papírpénznek a bevonását követően sem fognak veszíteni értékükből még a hosszú évek elmúltával sem. Minden bankban és postafiókban az elkövetkező 3 évben jelenlegi értékének megfelelően be fogják cserélni. A Magyar Nemzeti Bank pedig 20 évig, azaz 2038. október végéig díjmentesen átválthatóak lesznek azonos értékű címletű törvényes fizetőeszközre. Az MNB már korábban felhívta a figyelmet a parkoló, jegyvásárló, ital- és áruautomaták üzemeltetőjének, hogy időben készítsék fel az eszközöket a bankjegyek befogadását illetően. A Magyar Nemzeti Bank még 2014-ben kezdte meg a fizetőeszközök megújítását. 2019 első negyedévében tervezi az MNB az 500 forintos papírpénz bevezetését, és ezzel be is fejezi az új bankjegysorozatok kiadását. Az új 1000 forintos, korszerű, új biztonsági elemekkel, hologramokkal és rejtett helyeken vízjelekkel látták el a nehezebb hamisítás érdekében. A jelenleg is forgalomban lévő bankjegyek 75%-át már az új fajták teszik ki. Az elmúlt években a régi 20 000-es, 5 000-es és 2000 forintos bankjegyeket vonták be, velük már nem lehet fizetni, csak új változatukkal. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy október 31-ét követően, november 1-től már csak az új 1000 forintossal fizethetnek bárhol az országban.